A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban mutatunk Önöknek egy játékos családi programot. Aztán megnézzük, hogy milyen volt az idei Húszt keresztül fesztivál. Ellátogatunk egy jótékonysági sütivására is. Végül pedig stúdiónkban beszélgetünk a nyári napvédelemről. Tartsanak velünk! Kerékpározás, ügyességi feladatok, kreszteszt. Többek között ezek vártak kicsiket és nagyokat egyaránt, az idei közlekedik a család vetélkedőn. Kerékcsere zajlik éppen a Mátyás király körúton. Ez a székesfehérvári édesapa 3 perc alatt teljesítette a cserét a feladatsor utolsó állomásán. A Cirági család nem először látogatott ki a közlekedik a család vármegyei döntőjére. Egy remek családi programnak tartjuk, mi 2 éve voltunk először, akkor is teljes családdal kihoztuk a gyerekeket, most is kihoztuk a gyerekeket, kikapcsolódás, szórakozás igazából. Remek családi program. Az autós ügyességi feladatokon kívül egyebek mellett kerékpározás, elsősegélynyújtás, valamint kreszteszt is várta a látogatókat. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság által meghirdetett országos vetélkedő sorozat vármegyei fordulóját a Fejér vármegyei rendőrfőkapitányság Baleset Megelőzési Bizottsága 13. alkalommal szervezte meg. A már évek óta nagy népszerűségnek örvendő megmérettetés célja, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét a körültekintő, megfontolt és példamutató közlekedésre. Hiszünk benne, hogy a család a legfontosabb a közlekedési kultúra, a közlekedési szabályok betartásának, fontosságának szempontjából. Itt, és nem csak a gyerekekre hat a szülő, hanem a gyerek is hat a szülőre. Tapasztaltuk, hogy a gyerekekkel foglalkozunk, tanítjuk nekik a közlekedési szabályokat, a fontos dolgokat, hogy biztonsági övet használjanak, ők fognak a szülőkre is rászólni, hogy hát azt tanultuk a rendőrbácsitól, a tanárnénitől, a tanárbácsitól, hogy be kell kötni. Tehát a gyerek is hat a szülőre, meg a szülő is a gyermekre. És ezért gondoltuk azt, hogy ha családi vetélkedőt tartunk, akkor egyszerre tudjuk az egész családot megszólítani, hiszen nagyon sokszor együtt közlekednek, illetve ez kihat majd az önálló közlekedésükre is a gyerekeknek. Hogy kell elképzelnünk ezt a vármegyei döntőt, mik a programok, és mi az, amivel találkozhatnak itt a családok, hogyha kijönnek? Próbáltunk többfajta feladatot. Az országos versenykírásban van meghatározva 4 kötelező feladat, tehát az benne van. Ez a kerékpározás, gépkocsival vagy ügyességi, vagy szabályossági feladat, elsősegélynyújtás és elsősegélynyújtással kapcsolatos feladatok, illetve még egy kötelező van, az pedig a kreszteszlap kitöltése, tehát az elméleti kresztudásról is, hogy számot adjanak. Na, ez a 4 feladat megvan nálunk. A kreszteszlapnál egy kicsit zsiványkodtunk, mert a jogosítvánnyal rendelkező szülő tölt egy B-kategóriás tesztlapot, míg ugyanezen idő alatt a másik szülő és a gyerekek közösen töltenek egy kerékpáros tesztlapot. A kerékpározásnál is ugyanúgy van nálunk is a feladat megosztás, mint majd az országos döntő lesz, hogy egyik szülő és egyik gyerek kerékpározik. Autós ügyességénél egyértelműen a jogosítvánnyal rendelkező szülő, ha mind a kettőnek van, akkor eldönthetik, hogy melyikük teljesíti a versenyfeladatot. Elsősegélynyújtásnál a család végzi közösen az újraélesztési feladatot, illetve utána közösen töltenek egy elsősegélynyújtással kapcsolatos tesztet. Ezt követően van egy ilyen mókás, ittasság szemüvegben kis ügyességi feladat időre. A 6-os feladatnál ott szintén ketté vesszük a családot, jogosítványos szülő a gépkocsi első elindulás előtti kötelező ellenőrzéseit hajtja végre, míg a másik szülő meg a gyerekek pedig a kerékpár kötelező tartozékait, illetve a feltehető tartozékokat mondhatják el.
és a hetedik feladatnál pedig azt is csinálhatja közösen a család, tehát úgy, hogy a két szülő a gyerekek nézhetik, ott pedig egy kerékcsere van időre. A székesfehérvári versenyen olyan gyermekes családok vehettek részt, ahol legalább az egyik szülőnek van érvényes B-kategóriás vezetői engedélye, és legalább egy gyermek életkora 6 és 17 év között van. A rendezvényen a családok játékos formában mérték össze elméleti és gyakorlati tudásukat. A versenyen legeredményesebben teljesítő családok képviselhetik Fehérvár megyét a pécsi döntőn augusztusban. A győztes pedig egy új autó boldog tulajdonosa lehet majd. Ismét a néptáncé volt a főszerep a Malom utcában, ahol 8 táncegyesület mérte összetudását. Az eseményre mintegy 800 táncos érkezett. Tizenegyedik alkalommal rendezték meg Fehérváron a 20 keresztül gyermek és ifjúsági néptáncegyüttesek fesztiválját. A szombati program a Malom utcában nyitotta meg kapuit. A régiós táncversenyre 8 táncegyesület közel 200 fővel látogatott el. A rangos vetélkedőt Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület, a Csóri Sándor Alap, a Hagyományok Háza és a Fejér megyei Népművészeti Műhely Egyesület együttese támogatta. Egy ilyen felmenő rendszerű régiós versenynek mi vagyunk már 11. alkalommal is a helyszíne, és nagy örömünkre a nyár és a nyári kirándulások ellenére is 8 csoport jelentkezett erre a mai napra, és reméljük, hogy a klíma is engedi, de ahogy néztük, nagyon boldogan ropták a fiatalok. Igazából legyen az művészeti iskola, ahol ugye felmenő rendszerben, oktatási rendszeren belül, vagy akár egy szakkör, egy egyesületnél, nagyon fontos az, hogy amiért ők járnak próbára, amiért közösségi élményként a hagyományőrzést választják hobbiul, hogy ez valahol megmutatkozzon, és nyilván a szülői segítség, a logisztika és a házi menedzserkedés ebben nagyon fontos, úgyhogy ezúton szeretném az összes táncaszülőnek megköszönni, mint én is szülő és mint együttes vezető, hogy velünk kooperálnak akkor is, amikor esetleg ez nehézségbe ütközik. Csak így működik, csak így működött, és a jövőben is csak így fog működni az, hogy a gyermekeink egy boldog kulturált közösséghez tartozzanak. A fesztivál célja, hogy a régióban működő gyermek és ifjúsági néptánc együttesek különböző korosztályok és táncműhelyek bemutatkozhassanak egymás és egy szakmai grémium előtt. A versenyen az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola Derce és Csöröge csoportja is kiemelt aranyminősítésben részesült, valamint a zsűri külön díjban részesítette Majoros Róbertet és Majorosné Szabó Veronikát. Jótékonysági sütivásár, kulturális programok, kézműves foglalkozások vártak mindenkit, aki szerette volna segíteni egy fehérvári kislány gyógyulását. Milla 2 éves, tavaly diagnosztizáltak nála daganatos megbetegedést. Megtelt a Vörös Marti Mihály Művelődési Ház gyermekekkel, családokkal, segítő szándékú emberekkel vasárnap. Az adományozást egy kislánynak szervezték, akinél tavaly januárban rosszindulatú lágyrész daganatot diagnosztizáltak. 2 éves. Millának hívják, és hát most még folytatódik neki ugye a gyógykezelése, úgyhogy folyamatosan kezeléseket kap. Bízunk benne, hogy mindig jobb lesz, úgyhogy most ezt az eseményt ezért hoztuk létre, hogy kicsit tudjuk őket támogatni, ugye a családot, és tudjuk nekik picit segíteni, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült. Tehát most itt vagyunk a felénél, és rengetegen jöttek, és nagyon-nagyon fogynak a sütik, a programokra nagyon sokan ülnek oda, és adakoznak, és nagyon hálásak vagyunk neki.
A Megadance táncosai is felléptek a jótékonysági süteményvásáron. Az idén 25 éves tánccsoport tagjai szívesen érkeztek szórakoztatni a közönséget a jó ügy érdekében. Bárkiről legyen is szó, ez egy nagyon nehéz helyzet szerintem, főként a család számára. És én, mint édesapa, azt gondolom, hogy én nem is szeretnék ebbe belegondolni, és azt hiszem, hogy nincs nagyon megrázóbb annál, amikor az embernek a gyermekével van bármi. Tehát én már, amikor lázasak a gyerekeim, és kókadtak, már akkor is összeszorul a szívem. Tehát egy ilyen helyzetben azt hiszem, hogy egy ilyen súlyos dologgal megküzdeni, ez egy ember feletti, főként a szülők számára, azt gondolom. És a természetes, én szerintem ma a világban, ha az ember megtehet és segít, akkor segíteni kell. És ha a 2 éves kislányról van szó, vagy egy 86 éves hölgyről van szó, akkor is. Illetve ha nem tudom én, Covidról van szó, vagy bármi. Tehát én azt gondolom, hogy aki megteheti, és amilyen módon mi így tudunk segíteni, és természetesen bármikor és bárhol segítünk, bárne kellene. Azt gondolom, hogy nem jó, amikor az ember egy ilyen helyzetben szomorkodik, hanem pont az ellenkezőjét, a vidámságot kell megpróbálni ilyenkor. És mert szerintem annál fontosabb nincs, hogyha az ember egy nehéz helyzetben képes arra, hogy mosolyogjon, vagy legalább időnként mosolyt tudnak csalni az arcára, az egy fontos pillanat és egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy ezért a Jézus Krisztus Szupersztártól elkezdve a hip-hop koreográfián keresztül, a Fame című musicalből is hoztunk koreográfiát. A kezdeményezés mellé állt Váradi Eszter Sára színművész is, a kis lágerekkel szórakoztatta a közönséget. Az ember, hogyha megteheti, hogy segít valahol, akkor az kötelessége megtennie, tehát én nagyon régóta így élem az életemet. Nyilván minden ügy mellé nem lehet odaállni, de amikor Gáspár Tóth Kata megkeresett ezzel, hogy szervezne egy ilyen sütivását, volt egy ilyen kezdeményezés, akkor és hát megtudtam, hogy miről van szó, akkor nem merült fel kérdésként, opciónak, hogy nemet mondjak. Úgyhogy én azt gondolom, ha betegségről van szó, különösen, hogy a beteg gyerekről, akkor ha módjában áll az embernek valamilyen módon segíteni, akkor azt meg kell tenni. Fantasztikus emberek vannak, tehát engem mindig örömmel tölt, amikor rájövök arra, hogy az embereknek csak kell egy ilyen kis indítatás, az, hogy eljusson hozzájuk, hogy miben lehet energiát tenni, és akkor ők jönnek és segítenek. Úgyhogy itt akik süteményeket ajánlottak föl, különböző kis képzőművészeti alkotásokat, kézműves dolgokat, én azt gondolom, hogy ők is ugyanúgy kivették a részüket ebből. Úgyhogy én örülök, hogy ennek így mögé tudtam állni egy kicsit. Az adományokért cserébe süteményt, horgoltermékeket, festményeket kaptak a támogatók, de volt arcfestés és andibóhoz is hajtogatott lufikat a kicsiknek és nagyobbaknak. A gyűjtés folytatódik. Az itt látható számlaszámra lehet utalni, de popsitörlővel, pelenkával, tartós élelmiszerrel is lehet támogatni Millát és családját. A felajánlásokat Gáspár Tóth Katalinnal a közösségi oldalán egyeztetve lehet eljuttatni a családhoz. Itt van a nyár, és a következő percekben fontosnak tartom, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk, akár a vízparton, akár a természetben, ami azt jelenti, hogy leginkább a bőrünket, vagy ami az egészségünket illeti. Úgyhogy itt van velünk Mosolygó Éva házi orvosunk, aki nagyon sokszor itt van velünk, szerencsére, és hát szeretném, hogyha ezekről a témákról beszélgetnénk egy kicsit a következőkben, mert hát tényleg indul a nyár, és mindenre fel kell készülni. Már el is indult. Ahogyan a rendelői forgalomban látjuk, elkezdődtek a tipikus nyári esetek. Ami mit jelent egyébként? Most azon kívül nem tudom, hogy van-e még valami, ami mondjuk a napvédelemmel kapcsolatos és a kullancsokkal, mert most leginkább ezekről fogunk beszélgetni, hogy milyen más veszélyek lehetnek. Régen, amikor én még kezdtem az orvoslást, akkor volt egy ilyen nyári uborka szezon, most már egyáltalán nincs, a nyári betegségek viszont olyan tömegével jelentkeznek, hogy körülbelül azonos forgalommal megyünk egész évben. Fertőző betegségeket, bizonyos fertőző betegségeket, meg olyan sok rovarcsípés van, ami elfertőződik. Régen azért ez nem volt jellemző, meg hát teljesen átalakult a légúti hurutok struktúrája, és ezeknek az eseteknek a nehézségeit is látjuk. És a szokásos napfénnyel, napártalommal, romlott ételekkel kapcsolatos eseteket.
Akkor tehát a melegnek azért nem csak ilyen értelemben van veszélye, ugye, hanem gondolom a fertőzések, van olyan, na, most lehet, hogy butaságot fogok mondani, de hogy a vírusok között is van olyan, ami lehet, hogy a melegben jobban megért. Persze, igen, abszolút. Úgy általában a kórokozók, vírusok és baktériumok is nagyon szeretik ezt a nyári időjárást, sokkal gyorsabban szaporodnak, könnyen találnak maguknak arra alkalmas talajt, akár a nyálkahártyánkon. Télen, amikor sokkolódik a nyálkahártya és nem működik a védekezés, akkor azért, tehát ezek a megküllés esetek úgy indulnak, hogy nem működik jól a nyálkahártyánkon az első lépéses, első kapus védekezésünk. Nyáron pedig a kórokozó sokkal könnyebben megtelepszik, és ott van körülöttünk a vízparton, az ételekben, mert hogy a romló ételek is nagyon jó táptalaj, meg hát az ételmérgezéses esetek, ezek is jellemzőek nyáron. Hát most mindegyiket nem fogjuk tudni átvenni, de maradjunk az eredeti tervünknél, hogy ugye azt beszéltük meg, hogy a fényvédelemről fontos most beszéljünk. Mi az, amire most így leginkább felhívnád a figyelmet? Már most a napokban is mondtak nagyon erős UV-sugárzást. Meglepően erős, még amikor nincs is direkt napfény, akkor is kell tartani az UV-sugárzástól. Az érzékeny bőrűeknek, a kék szeműeknek, zöld szeműeknek, fehér bőrűeknek különösen, és a fényvédő krémeket akkor is kell használni, hogyha a hőmérséklet nem közelíti meg a 40 fokot, ha alacsonyabb hőmérséklet mellett is kenni kell a bőrt, és lehetőleg árnyékot keresni, hogy direkt fény ne érje a bőrünket. Uh-huh. Mit jelent az, hogyha mondjuk nem 40 fok, de mondjuk mennyi az a fok, amikor már azt mondod, hogy kell a napvédő? Azt gondolom, hogy nyáron végig kell a napvédő. Egy esős időben, felhős időben nem, de hogyha nincs felhő az égen, akkor egy 20 foknál is az UV része a napsütésnek lehet ártalmas. Ugyanúgy kell védeni a bőrünket, mint egy tengerparton 30 fokon. Mert az UV-sugárzásnak az ártalma alacsonyabb hőmérsékleten is ugyanúgy érvényesül. A 30 fokról beszélünk, akkor már akkor veszük mellé a meleg hatásnak az ártalmát, mert hogy a szervezetnek a hőszabályozó képessége véges, és ott akár a hőguta is létrejöhet meg a napszúrás, de az UV-védelem az majdhogy nem hőmérséklet független. Uh-huh. Egy picit most, hogy a napszúrást említetted, most a saját példámat szeretném fölhozni. Nagyon szeretek biciklizni, és hogyha elmegyek egy hosszabb időre, sajnos belefutok abba, hogy nem tudok reggeli órákban vagy esti órákban biciklizni, mert ugye hosszabb távra megy az ember, és azt tudom, hogy nagyon nagy hiba, hogyha fekete sapka van rajtam, de van rajtam sapka és fekete. És behúzza most a legutóbb már megtanultam, megtapasztaltam. Éveken keresztül ez ment, minden évben volt egy-egy napszúrásos eset, de most gyanús lett, amikor a legutolsó biciklizésemkor visszafele jöttünk a Tókörből, Velencéről, és már akkor rosszul voltam, de tavaly volt egy ugyanilyen, ott már volt egy kis hányás is a végén, tehát mikor már, mielőtt még hazaértünk volna, most megint éreztem, hogy lehet ezzel ellen jól védekezni mondjuk egy biciklin, mert nagyon sokan ülnek biciklire. Igen, és olyan jó, hogy mondtad, ezzel a sportolókat behoztuk ide a témát. Nagyon jó, hogy ezt elmondtad az esetedet. Kettő dologra kell nagyon figyelni. Egyrészt a fényvédelem, az UV elleni védelem, mielőtt elindul a sportoló, akár edzés, akár versenyre megy, olyan napszejet, napvédő anyagot kell használni, ami tartós hatása és ami vízhatlan, és minél tovább, most már rengetegszer van a piacon, azt a formulát kell keresni, akár patikában a patikusoktól segítséget kérni, aminek a hatása tartós, és nem kell fél óránként újra kenni. A másik a hőmérséklet miatti, a hőterhelés elleni védelem, az pedig folyadik, azt pótolni kell, inni kell folyamatosan. Szóval takarni a fejet, fényvisszaverő sapka színnel, és egy nagyon fontos dolog még eszembe jutott közben, hogy a szemet nagyon fontos, mert a szembe bekerülő fénymennyiség is létrehozhat a látóideghártyán fényártalmat, meg a szemlencsének az öregedése nagyon függ attól, hogy milyen fényterhelésnek van kitéve, úgyhogy jó minőségű, nem a design és nem a luxus márka, hanem hogy jól szűrő, például polaroid módszerrel működő szemüveget, ami az egy irányból érkező nap sugarakat kivédi, szemben menetelét kivédi. Szóval jó minőségű napszemüveg, sportformában is van, ami nem mozog, nem lötyög, nem zavaró. A szemvédelem, a fejvédelem, mert hát az agyat ért hőhatás az a hűguta.
És a folyadékot pótolni kell mindenképpen, különben minden felborul. A biciklén a kulas, és folyamatosan iszogatni kortyokat. Akkor egy kicsit még beszélgessünk arról, hogy mi van, hogyha direktben szeretnénk mondjuk barnulni, vagy napozni, és tényleg kifekszünk a napra, azt hogy tegyük? Csak annyi ideig, amennyi ideig az UV-sugárvédő naptáj véd minket. Az a maximum idő, amit a napon tölthetünk, inkább sokszor kicsit. Abszolút az a titka, egy 2 óra hosszát semmiképpen nem lehet tölteni direktben napon, úgyhogy árnyék nélkül, felfrissülés nélkül, újrakenés nélkül, és hogy legyünk tisztában azzal, hogy az a napvédőkrém, amit használunk, az mennyi időt, hány percet tud, plusz legyünk tisztában a saját készségünkkel, a mi adottságainkkal, hogy mennyire bírja a bőrünk a napot. Ezt egy picit légy szíves magyarázd meg, hogy honnan tudjuk azt, hogy mennyi ideig tart egy krém? Az egy szorzó, ami rá van írva, az a faktorszám. A gyerekeknek az 50-es faktorszámú napvédelmet ajánljuk feltétlenül, 20-30 alatt semmiképpen nem, a felnőtteknek is minimum 30, mondjuk 30 faktorosat érdemes. Az azt jelenti, hogy annyi szorzóval növeli meg azt az időt, amit büntetés nélkül, ártalom nélkül el tudnánk tölteni a napon. Tehát ha valakinek 5 perc alatt is megéghet a bőrünk egy direkt erős UV-tartalmú napfényben, akkor azt egy 10-es faktorú napvédő 10-szeresére növeli. Szóval ez egy szorzó szám, de az megtévesztő, ha valaki azt hiszi, hogy 2 órát bír a napon. Ez nagyon kevés perc, amit ártalom nélkül tudunk bírni. Szóval a szorzóval óvatosan kell bánni, mert a szorzatnak a másik szorzó az a perc, az sokkal kevesebb, mint hisszük, amit ártalom nélkül bír a bőrünk. Minél magasabb faktorszáma a fényvédő, szumma szummárom, annál erősebben véd. Kicsit beszéljünk arról, hogy szerintem próbáljuk egy kicsit elrettenteni, most szépen mondva, vagy csúnyán mondva a nézőket, mert hogy én azt látom, azt tapasztalom, hogy tényleg mindenki olyan nagyon felelőtlenül barnulni akar, nem foglalkozik azzal, hogy leég. Annyira nem érzem, hogy köztudatban lenne az, hogy tényleg mennyire káros és mennyire veszélyes az, hogyha valaki például folyamatosan leég. Nem beszélve arról, hogy a napnak például vannak olyan hatásai, hogy ilyen napfoltok, például az én arcomon is már van napfolt, ilyen barna folt, ez is ugye naptól van. Pedig nem akarva akaratlanul fekszem ki, csak mondjuk lehet, hogy elfelejtem egyszer-kétszer átkenni. Igen. Tehát, hogy egy picit magyarázzuk el a nézőknek azt, hogy tényleg miért fontos és miért veszélyes az, hogyha... Sok kicsi ijesztő dolgot fogok mondani, és igazad van, nem félünk eléggé. És nem az a cél, hogy rettegjen mindenki a naptól, és ne menjen napra, de annak a tanulsága, hogy nem tudom, hogy láttál-e, hogy a nézők láttak-e már aranyos öreg néniket, ahol még egyáltalán nem volt divat kitenni a vállunkat, meg a combunkat, és ahogyan vizsgálom őket, látom, hogy valami gyönyörű, hófehér és érintetlen a bőrük. Nincsenek a napártalomnak olyan jelei, mint amit mondasz az arcodon, vagy rajtam is látható, hiszen a szervezet védekezik, és pigmentes foltokat csinál, igyekszik megvédeni magát a napártalomtól. Az a bizonyítéka annak, hogy régen sokkal kevesebb bőrbaj és bőrdaganat volt. Exponenciálisan megnőttek a bőrdaganatok, amikor divattá vált a barna bőrszín. És az igaz, hogy néhány bőrhiba kevésbé látszik az arcon, a testen, hogyha barna bőrszínünk van, valahogy jobban beleolvad a barna bőrszínbe, de ami a mérleg másik oldalán van, az nem éri meg. Nagyon-nagyon sok bőrdaganat van. Ha csak a bazaliumát nézzük, ahol a napnak kitett helyeken van tipikusan, az is egy rossz indulatú daganat. Nem beszélve a melanómáról, ami az egyik legrosszabb indulatú, leggyorsabban szóró és halált okozó daganatféleség. És ez csak a bőrdaganat. Ha valakinek van egy hege, mondjuk volt egy válműtéte, akkor minimum 2 évig nem tanácsos napra menni, mert kirajzolódik a hegszövet, nagyon érdekesen reagál a napfényre, utána örökös nyoma lesz a hegnek, megerősíti a hegott létét. A
napfény, a nagyon barna bőr, az egyértelműen rontja a bőrnek az állagát. Ez a következő ijesztő dolgom. Férfiaknak is üzenem, nem csak nőknek, hogy nagyon felgyorsítja a ráncosodást. És a kozmetikusok a megmondhatói, hogy a fehér bőrök sokkal kevésbé a fehéren tartott, nem agyon naposztatott, vagy agyon szoláriumozott bőr, az sokkal szebb, sokkal kevésbé ráncos, mint a nagyon barnított bőr. Sokkal szebben, egészségesebben és élettelibben tartható a napkerülő bőr, bőrfelszín. Uh-huh. És a szemről nem is szólva, amit mondtam. Egy dolgot még említsünk meg itt a nap kapcsán, hogy ugye a pigmenthiányosok is azért, ők meg aztán szerintem főleg ki vannak téve veszélyeknek, és ugye ők, nekik látványos náluk is. Náluk 0 perc az, amit direkt napfényen tölthetnek, nagyon erős fényvédővel, kinek-kinek persze függ attól, hogy hol és milyen nagyságú a vitiligós terület, az a pigmenthiányos terület. A pigmenttel tud védekezni az ember a napfény ellen, azért is termeli, azért is barnulunk le, mert ahogyan a napártalom van, a szervezet védekező reakciója az, hogy pigmentet termel és barnulunk. A vitiligósoknak a vitiligós foltban nem tud termelődni pigment, nem tudja védeni a mélyebb rétegeket a bőr, és az csak megégni tud. Úgyhogy ott nincs mese, ott egyáltalán nincs direkt napfényen tartózkodás. Akkor ez most nekik takarás. Biztos rossz hír volt. Igen. Beszéljünk egy másik fontos veszélyről, ami a nyáron fenyeget minket. Egyébként már nem csak nyáron, de most, hogy kiszabadulunk jó sokat a szabadba, azért a kullancsokkal is meg kell küzdeni. Éppen mostanában hallok egyre több ilyen Lyme-kóros esetet. Igen. Egy picit erről is mesélj kérlek, hogy igen. Hogyan lehet. Ebben az a két rossz hír, hogy most már szinte egész évben látunk eseteket, és a másik, hogy nem tudom, hogy mások is követik-e a térképét Magyarországnak, a kullancs, a fertőzöttség térképét. Nagyon-nagyon elszaporodtak a kullancsok, sokkal több van, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtti térképen, és az ott lévő kullancsoknak a fertőzöttségét mutató térkép meg szinte már teljesen piros, ami a legerősebb fertőzöttségi rátát mutatja. Nagyon sokféle kórokozót hordoznak a kullancsok, nem maga egy rovarcsípés, ha tiszták és egészségesek lennének a kullancsok, megcsíphetnének minket, nem számít, nem lenne probléma, de nagyon sokféle kórokozót hordoznak, és ebből kettő az, ami a figyelmünket kell, hogy kövesse. Nem szokták tudni az emberek, teljesen el kell különíteni a Lyme-kort, és azt a encefalitiszt, agyvelőgyulladást, aminek a kórokozóját az egy vírus, hordozhatja a kullancs, és az nem gyógyítható meg, nem szedhető gyógyszerrel, azt csak megelőzni lehet védőoltással. Úgyhogy védőoltás, védőoltás mindenkinek. Hát régen azt mondtuk, hogy aki erdőjáró, aki ilyen túrázó típus, most már ez egyáltalán nem mondható. Benne a településeken, az udvarokon is látunk kullancsfertőzéseket, és nem lehet megállapítani, a kullancs remekül viseli azt, hogy ő hordozza azt a kórokozót, őt nem betegíti meg sajnos. Szóval élnek és virulnak ezekkel a kórokozókkal. Az egyik csak a védőoltással, ez az encefalitisz, a másik nagy csoport a Lyme-kor, ami miatt az már általában köztudott, hogy figyelni kell ezt az eritémát, azt a piros foltot, ami a kullancsípés körül van, és akkor azt, hogyha ezt észlelik, akkor gyorsan-gyorsan háziorvoshoz, diagnózis, gyógyszerelés, és az gyógyítható, ha figyelmesek vagyunk. Viszont, hogyha nincs szükség orvosra, mert mondjuk házilag is vagyunk olyan bátrak, hogy kiszedjük, mert pedig ugye legyünk. Bátornak kéne lenni, igen. Igen. Akkor hogy tehetjük ezt meg? Nagyon jó a kérdés, mert még mindig tipikus, az a tipikus emberviselkedés, hogyha pénteken valakibe belemegy a kullancs, meg szokott várni engem hétfőn, hogy inkább nem vettem ki, hogy jól legyen kivéve. Mindenkit kérek szépen, hogy az időablaknak óriási jelentősége van. Minél tovább van bennünk egy kullancs, annál nagyobb az esélye, hogy a nyálát beleköpi a vérünkbe, és onnantól kezdve fertőzöttek vagyunk. Az a lényeg, hogy minél hamarabb vegyük ki, nem orvost úgy eltávolítani, hanem ha valaki egyetlen egy dolgot megjegyez, hogy az eltávolításnak az a lényege, hogy ne nyomjuk szét a kullancsot, ne nyúvasszuk meg, mert ebben a szenvedésben köpi bele, és mivel nem szabad szenvedetni, ebből adódóan nem szabad bekenni zsírral, tejföllel, gyufa, morzsalékkal, ilyeneket is hallok betegektől, hogy ilyet tesznek rá. Szó sincs róla, csak ki kell venni, semmit sem kell rátenni, ki kell venni. Úgyhogy vagy kullancsipesszel, vagy olyan szemöldökcsipesszel, ami csak a végén fog, csak egy pontban fog össze, és közben ott szabadon van a kullancsnak a potroha, teljesen közel ráfogni a nyakára,
a bőrhöz közel, még ha egy picike bőrt bele is csípünk, akkor is addig kell fogdosni, amíg teljesen közel a bőrhöz, és utána, mintha kifelé csavarnánk egy csavart, visszafelé az óramutató járásával ellenkezőleg. A kullancs úgy fúrja bele magát, mint a csavart csavarnánk be, és visszafelé kell kicsavarni. De ha egyenesen húzzuk ki, az sem baj, ha benne marad a feje, ez is a tipikus másik félelem, hogy is mi történik, ha benne marad a feje, semmi baj nem történik, mert a potrohát kell eltávolítani, az a legfontosabb. Szóval húzzuk ki, vagy még inkább csavarjuk ki, és egyébként nagyon érdekes, mert ahogyan csavarjuk, a kullancsipőt rátesszük, utána rászorít a rugó, ami benne van, és csak kicsavarjuk szépen, és ki lehet csavarni. Tényleg, mint egy picike csavart. Ki lehet csavarni a fejét. De ha kiszakítjuk, az sem baj. Van egy kis picike pukli, egy ilyen kis piros foltocska a helyén, az egy helyi reakció, a hisztamin csinálja, az semmi baj, attól nem kell megijedni. Ha van otthon seffertőtlenítőnk, akkor azt ráfújjuk, vagy bekenjük, és kész, és utána figyeljük. És hogyha a feje benne maradt, akkor azt ezt pedig ki szokta dolgozni magában a bőr. Semmi baj. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szerintem hasznos tanácsokat adtunk most is a nézőknek. Ne kerüljön ilyenekre sor, én azt kívánom mindenkinek, de máskor is szeretettel várlak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak. Műsorunk most néhány hét nyári szünetre megy, így a következő hetekben az idei kedvenc adásainkból láthatnak válogatásokat. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.